Én azt kérdeztem az előbb, hogyha lesz egy európai közös fellépés, abból Magyarország, mert annyira jó a szerződés, hogy butaság lenne abba beleállnia, mert még annál is olcsóbban kapja, amit az Unió maga megjelöl, kimaradhat? Hát akkor ez nem lesz egy közös fellépés. Hát akkor ezért kérdezem. Megint azt látjuk, és ezért bízom benne, hogy április 3-án a magyar választók eldöntik azt, hogy nem Orbán Viktor lesz az, aki erről tárgyal, hanem egy új kormányt fogunk állítani, aki közösen az európai partnerekkel együtt fogja meghatározni azt, hogy milyen áron kapjuk a gázt.